Max Rádió. Politikamentesen, csak pozitív hírekkel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója, természetes forrásból készült termékek, Európa 7 országában, Magyarországon több mint 2000 üzletben és online. Vitaking.hu. A mikrofonnál most Max. Max. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Max Rádió hallgatót, a mikrofonnál Max-et halljátok, és bizony itt van velem a Vitaking részéről a vonalban Nagy Zsolti. Szia! Szervusz Max, üdvözlöm a hallgatókat! Köszönöm szépen, hogy ismételten itt vagy, és picikét tudunk beszélgetni, és leginkább a hallgatói üzeneteket kitárgyalni, hiszen sokszor, kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük egyébként, sokszor nem üzenetet, tehát nem olyan jellegű üzenetet küldötök, ahol kérdeztek, hanem egész egyszerűen csak véleményt írtok. Aztán előfordul olyan is, hogy valaki elkezd írni egy üzenetet, aztán valamiért szerintem rossz helyre kattint, és lemarad a vége. Ma ilyen üzenettel fogunk kezdeni. Sziasztok! Kérlek, Max, hogy a szakértőtől kérdezd meg, mit csináljunk szerinte, ha az orvos. Na hát itt sajnos vége lett az üzenetnek, de nagyjából ki tudjuk találni egyébként, hogy a kedves hallgató mire gondolt. Ugyanis, Zsolti, a ti életetekben rendszeresen én azt gondolom, hogy előfordul olyan dolog, amikor az orvos tanácsol valamit, aztán az ilyen vagy bejön, vagy nem kategória, de az már, hogy valaki segítséget kér, az már önmagában is szerintem azt mutatja, hogy változtatni szeretne, és itt inkább ezen van a hangsúly. Jól gondolom? Abszolút igen. Ugye mi sokszor ráfutunk arra, hogy az orvos esetlegesen valamit javasol, de közben mondjuk lehet, hogy mást olvasott ezzel kapcsolatosan az illető. Úgyhogy hát érdemes megnézni azt, hogy mondjuk, ha mondjuk ilyen jellegű lett volna a kérdés, nem tudom, de nagyon sok orvos van, és azt látom, hogy bizonyos témakörökben, akár az cukorszint, vagy cukorbetegség, akár vérnyomás, akár vérhigító szedés, vagy valamilyen gyógyszereknek a szedése, hogy vannak olyanok, akikre rá lehet keresni így az interneten, hogy mondjuk nyitottabbak esetlegesen ilyen természetesebb megoldások felé, és nagyon sok találat van, nagyon sokszor lehet találni a környezetünkben, lehet, hogy nem is kell messzire utazni ahhoz olyan orvost, akivel sokkal inkább összehangolhatók ezek a dolgok, és lehet egyezkedni vele, hogy próbáljuk meg azt, hogy mondjuk egy természetesebb módszert alkalmazzunk vegyesen, próbáljunk meg átállni teljesen a gyógyszerről. Úgyhogy abszolút én azt gondolom, hogy talán valami hasonló lehetett a háttérbe. Érdemes keresgélni és érdemes körülnézni ismerősöknél, környezetben, interneten. Így van, és én azt szeretem bennetek, Zsolti, egyébként, nem csak benned, hanem az egész Vitaking csapatban, hogy nem azt mondod, hogy érdemes körülnézni a Vitaking oldalán, hanem hogy tájékozódjanak az emberek, legyenek nyitottak, és tényleg a tényszerű információkat nézzék meg, és onnantól kezdve szabadon mindenki döntse el azt, hogy neki az ő szervezetének mire jó, és ez nagyon nagy dolog, ezt nagyon tisztelem benne, Zsolti, hogy így álltok hozzá ehhez a történethez, mert hogy azért tudjuk, hogy, és megpróbálom finoman megfogalmazni, hogy van, aki nem így áll hozzá. Ez így elég finom volt? Igen, köszi. Na, menjünk tovább. Marika Budaörsről írt nekünk. Drága készítők, nem gondoltam, hogy választ kapok, köszönöm. A szelénről ismereteim bővültek, nálam épp az Alzheimer van a családban. Hasznos volt a tanács. Kedves Marika, mi köszönjük, hogy hallgatsz bennünket, és azt gondolom, hogy ha egy picikét utána nézel még ezen kívül is, nem csak a szelénnek, hanem az Alzheimerrel kapcsolatban például a tudományos kutatásoknak, arra, hogy mire van, annak utána nézel, hogy mire van szükség, akkor meg fogod találni azt a, nem is azt mondom, hogy gyógymódot, mert ez nem jó szó, hanem azokat a tápanyagokat, amikre feltétlenül szüksége van, különösen egy olyan személynek, aki esetleg Alzheimer kórral él együtt. Remélem, hogy sikerült jól megfogalmaznom, Zsolti. Igen, abszolút. Sok mindent lehet egyébként próbálni, omega-3 zsírsavaktól kezdve a kreatinon át sok minden segíthet.
B-vitaminok gyakorlatilag egy jó multivitamin alappal indítva. Igazándiból az étkezést is érdemes megvizsgálni, szénhidrátoknak a mennyiségét, Alzheimer-kór esetében nagyon sokszor úgy tűnik, hogy akár inzulinrezisztencia vagy cukorbetegség is ott van előtte a háttérben, amikor mondjuk egy ilyesmi kezd el kialakulni a szervezetbe, hogy ezt hogyan lehet esetlegesen megelőzni, illetve hát, hogy ezt a részét rendbe rakni előtte, és akkor utána a többi dolgot használva még egy lehet esetlegesen javítgatni a dolgokon. Nem egyszerű terület ez sajnos, az Alzheimer, ez tény és való. Nagyon átfogó és ennyire mindenre kiterjedő kutatást vagy vizsgálatot nem láttam, ami a táplálkozástól indítva az étrend kiegészítőkig összeállított volna valaha egy olyan megoldást, ami esetlegesen tényleg javulást hoz. De hát biztos, hogy így ezt kombinálva kellene körülnézni és próbálkozni vele. Igen. Na, a következő üzenet. Kedves Max rádiósok, szívre szedem az aspirin komplexet, de most azt hallottam, hogy ez nem is jó igazán. Mit mond a szakértő, lehet ez természetes dolgokkal is? Annának köszönjük szépen az üzenetet. Nem véletlenül olvastam be, ilyenkor én mindig azt mondom, hogy felolvasom úgy, ahogy van az üzenetet, független attól, hogy adott esetben egy terméknek a neve vagy márkanév van benne, nincs jelentősége itt, inkább annak van jelentősége, hogy egy szakértő segítséget kér a kedves hallgató, és a természetes dolgok felé nyitott. Igen, nagyon bement a köztudatba, illetve hát súlykolják is a reklámokkal, hogy ezek a nem szteroid gyulladás csökkentők, ezek jók lehetnek ebbe a helyzetbe. Hát én, amit olvastam ezzel kapcsolatban, ilyen átfogóbb adatokat, arra azt tudom mondani, hogy sajnos a hosszú távú eredmények azok nem annyira kecsegtetőek ezekkel a gyógyszerekkel. Bizonyos rövid távú eredményeket, tehát tényleg ugye sok esetben a gyulladás szinteknek a csökkentése valamelyestől tud segíteni, de a vérzékenységek különböző területeken hosszabb távon, ugye például itt ebben az esetben is a gyomorvérzéseknek a kockázata, meg egyéb belső vérzéseknek a kockázata hosszú távon megnőtt. Amikor igazán jó eredményeket kezdenének el elérni, azok meg a nagyobb dózisok, de ott meg már még több ilyen mellékhatás is bejön, úgyhogy nem egyszerű a helyzet. Szívérendszer szempontjából ugye sok mindenről beszélgettünk, megint csak ugye, ha már a természetesebb gyulladás csökkentőket nézzük, akkor ugye az omega-3 zsírsavak, szívérendszer ugye azért, hogy mondjuk a szívizomzat jól tudjon működni, magnézium, hogy az erek el tudjanak lazulni rendesen, ahhoz is ugye magnézium. Ugye nem tudom pontosan mi a helyzet, vagy miről beszélünk most, egy érrendszeriről, vagy szívizomzatról, vagy ilyesmiről, tehát ugye de ezek abszolút jók lehetnek, K-vitamin. Ugye nagyon sokszor kálcium lerakódik a látszövetekbe, főleg az erek falába, K2 vitamin abszolút tud segíteni ezen a területen. Hát megint csak azt mondom, hogy egy alap multivitamin, D-vitamin, K-vitamin, magnézium, ezek, amik így abszolút a favoritok, és akkor mellette pedig ugye az omega-3 zsírsavak, és hát mit tudom, lehetne kurkumát esetlegesen még gyulladás csökkentőként bevetni a növényi oldalról. Tehát az omega-3-nak, illetve a kurkumának is van vérhidító hatása, tehát ebből adódóan érdemes össze... Tehát itt is megint csak egy olyan orvos azért szükségeltetik, aki, hogyha mondjuk az illető szedett már mondjuk vérhidítót, akkor egyeztessenek abba, hogy lehet ezt összehangolni, ezeket az anyagokat. Köszönjük szépen a választ Nagy Zsoltnak, és akkor megyünk tovább egy érdekes üzenettel. Ugye a múltkor beszélgettünk itt a brazil dióról, én sem tudtam egyébként a brazil diónak a hátterét, de Zsolti elmondta. Sziasztok, a brazil diót hol lehet megvenni? Lali kérdésére, hát Zsolt, nem tudom, hogy tudod-e választ.
Most, én nem akarok most bolt nevet mondani, de egyébként az interneten is fel lehet lelni. Ugye Paradio a másik neve, tehát én szerintem egy csomó nagy áruházba lehet vásárolni egyébként. Elég sok helyen ott van ez a hosszúkás dióféle. Tehát, hogy igen, csak szerintem... Zsolti, szerintem itt az volt a probléma, hogy a brazil diónak neveztük, ugye, és a boltban pedig legalábbis én emlékeim szerint nem úgy lehet megvenni egy brazil diót, tehát nem az van ráírva, vagy én emlékszem rosszul? Hát ezért mondtam a paradió, tehát ugye ez igen, igen, hogy paradió. Igen, igen. Szerintem akkor már így Lali is képbe kerül. Ja. Na nézzük a következő. Igen, igen, akkor lehet, hogy ez volt a probléma. Hello, mi van, ha külön veszem meg például a magnéziumot, meg a B-vitamint? Egyszer hallottam, talán épp Max mondta egy műsorban, hogy külön is kapható, és olcsóbb is, ugyanilyen jó így is. Hát kedves Kati, én inkább megvárom, hogy mit válaszol erre Zsolti, mert kíváncsi vagyok. Hát ugye elég sokszor elmondtam a véleményemet azzal kapcsolatosan, hogy én a komplexitással vagyok inkább jóba, tehát én azt látom, hogy nagyon próbálunk kiemelni bizonyos vitaminokat, hogy múlt héten is jött egy ilyen, hogy CD-vitamint szed valaki, és hogy az immunrendszere mégsem működik jól, és ugye ezt a láncot én már említettem, azt hiszem így itt nálad is meg, hogy úgy kell elképzelni, mint egy ilyen láncot, hogy valamelyik láncszem gyenge, akkor nem biztos, hogy ugyanolyan jól és tökéletesen fog működni az egész rendszer, annyira egymásra hangoltak. B-vitaminok esetében is hajlamosak vagyunk egy-két B-vitamint kiemelni, és akkor azt gondoljuk, hogy hű, most akkor tök jó, ez így rendben lesz. Ugye a legtöbbet a folsavat, meg a B12-t halljuk, de hihetetlen, hogy mennyire egymásra hangolt az egész B-vitamin sor. Tehát nekünk is van készítményünk, ami az összes B-vitamint tartalmazza. Még olyat is, ami esetlegesen régebben neveztek csak B-vitaminnak, most már nem a B-vitamin családhoz tartozik, de mégis van valami összefüggés közöttük, és jobban működnek. Tehát, hogy annyira egymásra hangoltak ezek, hogy így önállóan én annyira nem. Meg lehet venni természetesen külön B-komplexet, külön, mi volt a másik? Magnézium. Magnézium, igen. Tehát magnéziumot, és azt mondom, hogy például magnéziumot, azt nem is egy, ugye ezt mondtam is, hogy nem egy vitaminkomplexből próbálnék meg hozzájutni, mert nem lehet belerakni jó minőségű szerves magnéziumból olyan mennyiséget, ami optimális lenne a szervezet számára. De ettől még egy alap multivitamint valamit fogyasztanék, és akkor arra rá a B-komplexet, ha kell, ha abból nincs elegendő benne a magnéziumot, a C-vitamin, ilyeneket. Értem. Na és akkor nézzük a mai utolsó üzenetünket. Szia Max, gratulálok a műsorhoz, informatív, érdekes és szuper dolgokat tudtam meg. Dénes. Kedves Dénes, köszönöm szépen, hogy írtál nekünk, és azt hiszem, hogy a dicséret az elsősorban tulajdonképpen nem az enyém, hanem Nagy Zsoltié, hiszen én itt csak konferálok, néha elmondom persze a véleményemet, de alapvetően a szakértőit Nagy Zsolt, és a Vitakin képviseletében azt gondolom, hogy egy olyan szakértő van a Max Rádióban, akire lehet, hogy is mondjam, adni a szavára, és a szakértelem az pedig az elmúlt, nem is tudom hány év, nagyon sok év tapasztalata. Hány éve csinálod ezt, Zsolti? 18. Azt a mindent. Az már nagykorúság, az már nem semmi. Minden esetre nagyon, nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak az üzeneteket, és tartsatok velünk legközelebb is. A Vitaking részéről Nagy Zsolt volt a vendégem. Zsolti, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és azt gondolom, hogy a hangulata egyébként ezeknek az interjúknak viszont tőled jók. Hát köszönöm. Jól moderálod az egészet, hogy tök jól érzem magam én is így köztetek, úgyhogy köszönöm szépen. Én is köszönöm. Szia-szia! Max Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.